Az ENSZ-nek a gyermek alapja, az UNICEF, vagy UNICEF úgy döntött, hogy Magyarországra hozza a szolgáltató központját, és ez a szolgáltató központ fogja az egész világot ellátni majd bérszámfejtés, számlázás, számítástechnikai szolgáltatások, emberi erőforrás szolgáltatások és sok minden más irányából. Jó azt látni, hogy versenyképesek tudunk lenni a nemzetközi porondon. Érdemes azt tudni, hogy még a szűk listán is 6 ország versenyzett azért a pozícióért, hogy segíteni tudjunk a UNICEF-nek, és hogy otthont adjunk ennek a szolgáltató központnak. A gyermekeknek a jogai, a gyermekek érdekeinek a képviselete a magyar kormány számára is kiemelten fontos. És azt hiszem, hogy az UNICEF-nél, az ENSZ szakosított szervénél jobban kevés szervezet képviseli ugyanezt, a gyermekek mindenek felett való érdekét és a gyermekeknek a szempontjait. Ezért az UNICEF-fel való együttműködés, rendkívül jó együttműködés, a számunkra is kiemelten fontos. Sok olyan terület van már, amiben az UNICEF-fel eddig is együttműködtünk, és azt hiszem azzal, hogy az UNICEF globális szolgáltató központja éppen Budapestre jött, ennek az együttműködésnek tudunk egy újabb lendületet adni. Az, hogy az UNICEF globális szolgáltató központjának a működését támogatja a kormány, kiegészül még egy gazdasági vagy pénzügyi típusú döntéssel. Született egy olyan kormánydöntés, mely szerint éves szinten 150 ezer dollárt, azaz egy 40, jelenlegi árfolyamon 42 millió forintnak megfelelő összeget biztosítunk arra, hogy az UNICEF-fel való tartalmi együttműködést is támogassuk. Ez az UNICEF nemzetközi programjainak, a gyermekekre irányuló nemzetközi programjainak a támogatását is szolgálja. Egyébként éppen ennek a keretnek a terhére hirdette meg az UNICEF Magyar Nemzeti Bizottsága a gyermekbarát város pályázatot is, tehát ez az első lépése volt ennek a típusú új együttműködésünknek.